A roma szakkollégiumok alumni hálózata olyan fiatalokat tömörít, akik az elmúlt évtizedben valamelyik szakkollégium tagjaként végezték el egyetemi tanulmányaikat és szereztek diplomát. A keresztény roma szakkollégiumi hálózatot 2011-ben azzal a céllal hozták létre a történelmi egyházak, hogy a felsőoktatásba bejutott roma fiatalokat segítse céljaik elérésében, megakadályozza lemorzsolódásukat. Cél az is, hogy a roma kisebbséget felzárkóztassák és megerősítsék társadalmi szerepvállalásukat. Az intézményrendszer jelentősen bővült az elmúlt években, már 8 szakkollégiumot tömörít a jelentősebb egyetemi városokból, valamint működik 3 egyetemi fenntartású roma szakkollégium is. 9 éve támogatja a fiatalokat az Evangélikus Roma Szakkollégium, ahol az elmúlt hétvégén 3 napos konferenciát rendeztek, ennek célja a példamutatás és a fiatalok támogatása volt. Az elmúlt 9 évben 118 hallgatónk volt összesen, ebből 58-an diplomáztak. Az Egyesület 11 intézmény tömörít, a Roma Szakkollégiumok Egyesülete, és ott 400 fő körül számoljuk már a diplomát szerzett roma fiataloknak a számát. Ebben tényleg van orvostól jogászig mindenféle hivatást betöltő személy. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó számok, és azok a területek, ahová ők kerülnek, ezek pedig külön sokszor hiánypótló szakmákban jelennek ők meg. Kis településeken különösen fontos az, hogy többen térnek haza, mint óvodapedagógusok, avagy tanítók. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében különösen hasznosak ezek a diplomák, a tudáson kívül a közösség megtartó és formáló ereje is fontos a kollégiumoknak. Ez a szocializációs folyamat jelentősen növeli a későbbi beilleszkedés lehetőségét és a célok elérését. Gábor Vencselőről indultam, minden Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, és a Debrecen Egyetem egészségügyi karán tanultam, szociális munka alapszakon, és utána ott elvégeztem a mesterszakot. Időközben elkezdtem dolgozni, és a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában dolgoztam 1 évet. És hát most jelenleg utána Debrecenbe kerültem, a Debreceni Egyetemre, és ott szociológusként végeztem 2 évvel ezelőtt, és a mesterdiplomámat követően rögtön jelentkeztem doktori képzésre, és most az 5-ös Loránd Tudományegyetem szociológia doktori iskolában vagyok doktorandusz hallgató, és hát a szociális szövetkezetek a fő kutatási területem, ezeket kutatom az észak-alföldi régióban. Ehhez nyelvvizsgát is kellett tennie, amiben a szakkollégium volt a segítségére, az egyetemi felvételére készüléshez pedig tutort, azaz egyfajta mentort is biztosítottak a számára.